Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt, kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, vagyis az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és az év, a 2024-es év első adásában a legnagyobb örömömre közel sem vagyok egyedül a stúdióban. Amit ebből a hallgatók is érzékelni fognak, az az, hogy velem szemben itt ül a zöld mikrofonnál, vagyis a zöld sarokban maga Szentpéteri László, aki hát univerzális állandónak tekinthető szakértő vendégünk most már, aki visszajár szerencsénkre és legnagyobb örömünkre évente többször is a műsorba. Legutóbb, hát a 2023-as évben szerintem háromszor is jártál itt, abból kétszer egyébként Boros Katalin doktornővel, az űrorvostant szakértettük, de általában a másik kedvenc témánk, amiben szerintem országos, sőt, hát regionális szakértő vagy. Mit röhög kész? Már is röhög. Komolyan mondom, ez egy nagyon komoly műsor. Szóval az ázsiai űrprogramok kérdése. És az Ázsia, főleg a Kelet-Ázsiára gondolunk ilyenkor, bár néha azért kikacsingatunk az ilyen közel-keleti vidékekre. Most éppen Dél-Kelet-Ázsia lesz a fókuszban. Ugye az indiai űrprogramnak a csodálatos most zárt évéről, és a még csodálatosabb, potenciálisan még csodálatosabb jövőjéről fogunk beszélgetni elsősorban. Amelyről aztán tényleg bőven rengeteget lehet beszélgetni. Hát úgyhogy azt is mondanám neked, hogy légy szíves a hallgatók kedvéért, akik esetleg nem követték nap mint nap az indiai űrfejleményeket, eléggé el nem ítélhető módon. Szóval légy szíves, foglald össze, hogy az elmúlt 2023-as évben mi minden történt oda át. Oké, akkor mindenki előtt jó reggelt, és akkor ez neked lehetőséget ad, hogy itt rögtön finom hangold a hangerőmet. Jó reggelt mindenkinek, neked is, köszönöm a meghívást. Valóban Kínáról sokat beszéltünk az elmúlt években tulajdonképpen, elég gyakran azért Japánról is, Indiáról ritkábban, és ha most így plagizálnánk, akkor azt mondhatnánk, hogy 2023-as év az az indiai nagy menetelés volt, vagy hosszú menetelés. Ha most nem dátum szerint szedem sorba, csak ahogy így bekattan, akkor ugye India végrehajtott egy sikeres automatikus leszállást a Holdra. Ezzel nem csak egy nagyon szűk körbe jutott be, hanem ráadásul ők voltak az elsők, akik a déli pólus közelében hajtották ezt végre. Aztán sikeresen végrehajtották a tervezett személyszállító űrhajójuknak az első ilyen abort-tesztjét, tehát az emelkedés közbeni megszakítást, ugye egy ballisztikus rakétatesztről van szó, ahol nagy magasságban eljátszották azt, hogy mint a rakéta nem működne rendesen, letépték a kabint, visszahozták a földre. Közben sikeresen fejlesztik azt a hordozórakétát, az LVM-3-at, aminek hát a human rated, tehát a személyzetes használatra engedélyezett, vagy minősített verziója fogja ezt a teherűrhajót vinni. Ezzel voltak mindenféle fékpadi tesztek, ezen kívül egy kisméretű SSLV, vagy SSLV nevű hordozórakétát először használtak sikeresen, ez kifejezetten ilyen kisműholdas, alacsony pályás, maximum fél tonnáig terhelhető szerkezet. Aztán, hogy miközben próbálok levegőt venni, elindítottak egy napszondát, ami, hát hogy legyünk frissek, gyakorlatilag a hétvégén érte el az L1-es Lagrange pontot, ahonnan a megfigyeléseit fogja végezni. Elindították az első második generációs indiai navigációs műholdjukat 2023-ban, és tulajdonképpen ami még így hirtelen eszembe jut, az, hogy a többször felhasználhatóra tervezett ilyen mini űrrepülőgépüket, ami hát hasonló az amerikaiakéhoz, illetve a kínaihoz, azt először 2023-ban tesztelték hiperszónikus sebesség mellett, és végül, de nem utolsó sorban, úgy indítottuk ezt az évet, ugye január 1-én, hogy a
egy indiai röntgencsillagászati műhold állt pályára, amelyik egyébként szintén most hétvégén már el is küldte az első teszt adatot. Hát ez még nem egy ilyen gyönyörű tudományos információ, hanem nyilván az eszközök kalibrálására szolgál. Igen. Hát elég hosszú volt ez bevezetőnek. Igen. És ráadásul még azt nem is mondtam, mert hát ez nem Indiához kapcsolódik, hanem az első témához, amit bedobtál, ami az indiai holdszonda volt, ami valóban, miután a szovjet tudomány és technológia sajnos a Luna 25-tel kudarcot vallott, ám de a Chandrayaan űrszonda 5, vagy mennyi? Nem is tudom már. Nem tudom. Mit szeretnék ami kérdezni? Leszállt a hold déli sarkára. A sorszáma? Igen. Három, bocsánat. Szóval a Chandrayaan 3 leszálló egység sikerrel leszállt a hold déli sarkára, és akkor ide be tudom déli sarka közelébe, elsőként, ahogy mondtad, és akkor ide be lehet szúrni azt a friss hírt. Hát a pólusvidék, a 70. déli 70. szélességről beszélünk. Így van. Ami egyébként érdekes, mert ott a déli 70. szélességen már léteznek olyan lejtők, ahol elvileg lehet örök sötétség. Így van. És ennek megfelelően és olyan hely, ahol valaha majd egyszer lehet holdbázis. Így van. Na most ezért aztán nagyon... Ennyire délen nem volt még semmi. Ennyire délen még soha semmi nem szállt le. Szerintem eddig a legdélebbi leszállás, amit megnéztem, az a Surveyor 7 volt, ami a Tycho kráterben szállt le, még a 60-as években. Na és egyébként az a vicc, hogy pontosan a Surveyor 7 óta, ami szerintem 1967-68 környékén ért le a Holdra, azóta amerikai űrszonda nem szállt le a Holdra. Persze ott voltak a csodálatos Apollo küldetések, emberek sétálgattak a Holdon, de az se volt már 1972 óta soha. Viszont most, ezekben a percekben olvasom, hogy sikeres volt a startja a Peregrine leszálló egységnek, ami ezek szerint ugye, még hogyha az emberes repüléseket is vesszük, akkor is több mint 51 év után az első amerikai bármi, ami leszáll a Holdra. Van, leszállhat majd, de rögtön tegyük hozzá, hogy viszont lenne egy elsősége, mert ez lenne az első magánűreszköz, ami a Holdon sima leszállást végezne, miután ugye a japánoknak ez nem sikerült. Illetve hát az izraeli Bereshit az egy feles szürke zóna, mert az is egy magáncégnek indult, és hát nem is sikerült de a leszállás. Erről beszélek, hogy a magáncéges az nem, igen, tehát se a Bereshit, se a japán nem volt sikeres, tehát most ez az amerikai Peregrine, vagy Peregrine lehet az első, amelyik ilyen magánfinanszírozású űreszköz. Igen, na ezt csak azért dobtam be, hogy érezzük, hogy a hold körül merekszik a helyzet, de ne tévedjünk el a hanyatló nyugatra, most fókuszáljunk az indiai űrprogramra. Tehát, hogy említetted ezt a... Hát akkor menjünk sorba szerintem. Ha már így rákanyarodtunk a hold témára, akkor már így benne vagyunk kb. A Chandrayaan 3-ban. Erről mit érdemes tudni? Tehát most már ugye véget ért a küldetés, amikor mi legutoljára beszéltünk erről ebben a műsorban, akkor az kb. A leszállás előtti napokban Igen. volt. Igen, tehát ugye ez a bizonyos japán Hakuto, ez április 25-én, illetve augusztus 20-án az orosz Luna 25 volt sikertelen, és akkor egy ilyen kicsit átokszerű érzés volt, hogy most akkor ebből mi lesz. De azért azt tudni kell, keveset beszélünk erről, hogy indiai eszköz már jutott a Holdra, mert a Chandrayaan 1 az 2008 novemberében egy penetrátort küldött le a Hold felszínére, tehát ugye ez az ilyen behatoló eszköz, tehát ami nagy sebessége becsapódik, de tervezetten így működött, és hát aztán volt egy, a Chandrayaan 2-t azt pedig gyakorlatilag odaverték a Hold felszínéhez 2019-ben, tehát indiai anyag az már volt a Hold felszínén. 19 novemberében kezdték a Chandrayaan 3-nak a fejlesztését, alapvetően a Chandrayaan 2-nek a fő darabjaira alapozva, és az júliusban startolt a Földről. Maga a repülés, a Holdig való eljutás az egy ilyen nagyon sok folyamatosan elnyújtott keringésből álló valami volt, tehát nem egy ilyen agresszív hajtómű használatos, hanem szépen nyújtották a Föld körüli pályát mindig kicsi impulzusokkal, és végül is hasonló módon, amikor a Holdra álltak ott meg, ugye ezt a játékot visszafele játszották, tehát apró fékezésekkel alakították ki a körpályát, és akkor augusztus 23-án volt a leszállás. Na most ott több érdekesség van, az egyik, hogy magát a meghajtó modult, tehát ami a Földtől a Holdig vitte az eszközt, azt használták nyilván átjátszó állomásnak. Másik érdekesség volt, hogy ezen a Vikram nevű leszálló szondán volt egy kisméretű holdjáró a Pragyán.
Tehát tulajdonképpen megint azt lehet mondani, hogy az amerikaiak személyzetes rovereihez az szovjet-orosz lunahódok és a kínai roverek után a Yutu, tehát a jádenyúl roverek után, ez tulajdonképpen a negyedik, India lett a negyedik ország, amilyen kerekes eszközt is juttatott a hold felszínére. Mind a leszálló szonda, mind a rover az egy holdi napra volt tervezve, tehát gyakorlatilag egy kéthetes földi időszaknak megfelelő működésre, ezt teljesítették is, aztán lehibernálták őket, és aztán abból nem ébredtek föl. De ezzel igazából nem érdemes foglalkozni, mert még egyszer, ezt alapvetően technológiai kísérletnek tervezték, meg tudják-e csinálni, le tudnak-e szállni, ki tudnak-e rakni egy rovert, az tud-e ott gurulni, gurult jó néhány métert, krátereket került ki, tehát tulajdonképpen amit terveztek, bejelentetten, azt az egy holdi nap alatt teljesítették. Hogy tegyük hozzá, hogy azért tudományt is végzett, tehát a technológiai demonstráción túl tanultunk valamit a holdanyag összetételéről ezen a területen, meg pedig igen érdekes dolgokat, szóval igazából rengeteg információ volt. Számomra meg úgy láttam, hogy az ottani szakemberek számára a legmeglepőbb az volt, hogy a hideg, tehát hogy a hőmérséklet különbség milyen drámaian változik a felszín közelébe. Ők csináltak egy ilyen, hát nem volt egy túl szofisztikált eszköz, képzeljünk el egy ilyen 10-12 centis ilyen rudat, amint centiméterenként vannak ilyen pici digitális hőmérők, és ezt képesek voltak ugye beszúrni a talajba, meg így fölemelni. És ezzel gyakorlatilag a talaj felső 10 centiéről, meg a felszín feletti 10-12 centiméteres rétegről tudtak például a hőmérsékletet mérni. És nagyon brutális, mert én most itt puskázok, nem akarok hülyeséget beszélni, szóval azt mondja, hogy a felszín alatti 10 centi legmélyebb és a felszín feletti 15 centi magasságú mérési pontok között 70 Celsius-ok volt a különbség. A felszínen ugye plusz 20, plusz 30-at vártak, és ott plusz 50 volt, magán a felszínen, 10 centi magasan viszont már plusz 60 Celsius fok volt. Nyilván innentől értjük, hogy a napsütésben szállt le. Azon kívül kimutattak a különböző berendezései, és ráadásul itt két típusú berendezésről van szó, tehát két különböző módszerrel, alfa részecskékkel, illetve lézeres megvilágítás, vagy hát besugárzás, vagy bombázással is kimutattak ként, alumíniumot, kálciumot, vasat, krómot, titánt. Úgyhogy igen. Na most, ami viszont szerintem egy sokkal izgalmasabb dolog volt, az, amiről nem beszéltek a start előtt. Mert két dologról nem beszéltek, hogy van két további technológiai terv. Az egyik, és még az is, hát ezt meg se írtam az elsőt, hogy magán a Földhold szállító rendszeren azon elhelyeztek egy RTG-t, az első indiai RTG-t, tehát egy radioizotopos termoelektromos generátor volt rajta, amelyiknek alapvetően az volt a cél, hogy fűtse ezt a berendezést. Most itt azért ezt picit lábjegyzeteljük, tehát ez az RTG, ez ugye lényegében egy termoelem, ami azonban a hőmérséklet különbséggel fejleszt áramot, így de van. Ezt a hőmérsékletet egy bomló izotóp, valami plutónium izotóp fejleszti. Tehát lényegében ugyanaz, amit, hogyha a hallgatók látták a Martian című filmet, ami Matt Damon beültet maga mellé azt a henger alakú bigyót, így hogy van. Ne fázzon meg. Így na, az. Igen. Az egy RTG. Tehát, ugye, India eddig ilyet az nem űrbe se küldött Soha. És ami ugye érdekes, hogy alapvetően ezeket a villanyáram fejlesztésre szokták használni, ugye a nagy távolságú űrszondáknál, Voyager-eken, Pioneer-okon volt ilyen, illetve az ALSEP csomagot a Holdon, amit az Apollo űrösök leraktak, azt látta el árammal. Ők kifejezetten a hőszabályozás miatt rakták ezt föl egyelőre, és ez gyakorlatilag ott ketyeget végig, ezen a Földhold szállító rendszeren, és erről csak utólag meséltek. De érdekes, hogy a leszálló egységen nem, pedig nem, hogyha ott nem, lett volna, nem. Akkor lehet, hogy átvészelte volna a holdi éjszakát, mint hogy a lunokodokon is ezért volt. Ez szinte biztos, de én azt gondolom, hogy óvatosak voltak itt az indiaiak, tehát nem bíztak annyira a technológiába, és első körben nem akarták ezt leküldeni a hold felszínére. A másik dolog, amiről elfelejtettek beszélni, és ez megint a technológiai dolgokhoz tartozik, hogy volt egy olyan tervük, ez biztos, hogy megvolt ez a terv, így B-tervként, hogy mi lesz akkor, ha sok üzemanyag marad ezen a földhold szállító rendszeren. Gyakorlatilag maradt rajta 100 kg üzemanyag,
és gyakorlatilag ennek köszönhetően megint puskáznom kell a dátumokat. Október 9-én szépen elkezdték kigyorsítani a hold körüli pályáról ezt a cuccot, és visszahozták a Földhöz. Tehát gyakorlatilag ez az űreszköz, ez november 22-e óta a Föld körüli pályán egy 13 nap keringési idejű és 27 fok inklinációi pályán van, tehát visszahozták egy temetői pályára, ami a geostacionális pályához van közel. Laci, ilyen már volt valaha? Hogy a, hát a, kínai, talán a kínaiak, kínaiak, ugye? Na most ezt miért csinálta az indiai? Pont igen. Azért, amiért a kínai, mert miután ez a dolog is sikeres volt, akkor be is jelentették, hogy a Chandrayaan 4-en majd megpróbálnak pár év múlva holdi talajmintát visszahozni. Tehát ennek volt ez kvázi az előkísérlete. Úgyhogy igazából ezt a Chandrayaan 3-at az indiaiak azt tudom mondani, hogy rettenetesen kimaxolták. Abszolút reális az, hogy legyen Chandrayaan 4, amit majd talajmintát hoz vissza. Egyetlen dolgot nem teszteltek szinte, ami két dolgot, ami ahhoz kell. Az egyik nyilván az a talajmintavétel, a másik az a dokkolás. Na most akkor viszont rögtön, hogy beszéljünk egy kicsit, mert most adja magát a dolog a jövő évről. Az a terv, hogy 2024, még ugye dadogok itt az évvel, mert még át kell az ember agyának állni arra, hogy már nem 23-ban vagyunk. Lesz egy SpaceX vagy SpaceX nevű űrkísérlet, amiben két ilyen 200 kg-os műholdat fognak az indiaiak pályára állítani, földkörüli pályára, és akkor ezek ott kötelék repülnek, megközelítgetnek és dokkolnak. Tehát mind a kettőn lesz dokkoló gyűrű, az egyik aktív lesz, a másik passzív, és le fogják próbálni tulajdonképpen földkörüli pályán azt, amit majd holdkörüli pályán kell csinálni, amikor hozzák a talajmintát. Ezt a hold miatt csinálják, vagy? Ezt több dolog miatt csinálják, ezt csinálják a hold miatt, csinálják azért, mert miután, és akkor szerintem most már akkor vezessünk át az űrhajóra majd, miután a Gagányának ez a bizonyos megszakításos rakéta tesztje. Emlékeztetőleg a Gagányán az emberszállító indiai űrhajó lesz. Az sikeres volt az 2023-as évben, most megint majdnem azt mondtam, hogy az idei évben, tehát figyeljenek a hallgatók, és találják, hogy éppen melyik évre gondoltam, tehát 23-ban sikeres volt. Ezek után gyakorlatilag az ISRO-nak a vezetői, hát azonnal bejelentették azt, augusztus 10-én volt ez a kísérlet, szóval bejelentették, hogy hát akkor emelik a tétet, és akkor nem csak azzal számolnak, hogy és akkor megint nézzünk kicsit a jövőbe, hogy az idei, tehát a 2024-es évben még legalább egy ilyen ballisztikus repülés lesz, ahol megszakítják a tesztet, és mentőrakétának kell üzemelni, meg mentőernyőknek. Megpróbálják 24 végén az első orbitális repülést még személyzet nélkül. Az azt is jelentené, és ugye ezek nyilván a legjobb forgatókönyvek, amikor azt mondjuk, hogy minden működött, hogy 25 első felében megpróbálnak a második orbitális repülést, és 25 végén, szerintem legvégén, legjobb esetben az első személyzetes repülést, amivel ugye India lenne a negyedik ország, amelyik saját erőből, saját rakétával, saját szkafanderrel, saját űrhajóval juttat űrhajóst a világűrbe. Bejelentették ezt, és bejelentették azt, hogy 2030-ig egy kisméretű, hát ők űrállomásnak nevezték, de figyelembe véve a rakétakapacitást, meg a fejlesztési rakétakapacitást is, én inkább űrmodulnak nevezném, tehát egy ilyen Szajutnál kisebb, hát egy ilyen Space Lab méretű, vagy az első generációs kínai labor. Tudom, hogy a űrrepülőgépbe ült, de igen. Azt mondom, hogy olyan méretű. Aha. Tehát ez ilyen egy űrlabort, igen, állítanak pályára, és oda nyilván dokkolni kell. Aha. Tehát igen, belelőttél, ez, igen, ez ezért az, hogy kell a dokkolás. Igen, mert technika. Ezért zavart engem ez a dolog, mert amúgy a hold mint a hazahozásához, oké, hogy a kínaiak úgy csinálták, de például korábban a szovjetek, ugye egyszerűen leszálltak a holdra, vettek mintát, hazajöttek. Nem problémáztak hold körüli pályás távirányított vagy automatikus dokkolással, aminek azért még a 21. században is megvannak a maga buktatói. Igen, szóval kicsit itt összezavarodtam, tehát amikor azt mondtam, hogy augusztus, ez butaság volt, mert 2022, bajban vagyok itt az évekkel, augusztusában volt egy statikus mentőrakéta tesztje az indiaiaknak, tehát fékpadi,
és 2023 októberében volt ez az ominózus ballisztikus igen. repülés, amikor, aha, amikor 12 kilométer magasságig igen. ment föl a rakéta. Ez ott a régi Little Joe hasonló, típusú igen, olyan, amerikai olyan, kísérletekhez ez is hasonló. Egy kiherélt rakéta volt. Igen. Igen, a, tulajdonképpen a lánykori nevén GSLV-3-nak a gyorsító rakétájából alakították ki. Ez 12 kilométerig dolgozott, ott ugye leállították, tehát eljátszották azt, mintha ez meg akarna semmisülni, vagy le akarna térni a pályáról. Lerobbantotta, tehát lerántotta a mentőrakéta a kabint, az még utána részben ballisztikus pályán emelkedett 17 kilométerig, és onnan ugye hullott lefele, majd 10 kilométeren indult be a, az ejtőernyőnyitási szekvencia. Na most, miután ez is sikeres volt, meg ugye a Hold is sikeres volt, ezek után, vagy ezek között június 22-én India, megint puskázok, 27. országként csehek, spanyolok és Ecuador után csatlakozott az amerikai vezetésű Artemishez. Személyesen a John Biden és a Narendra Modi írták alá a szerződést, tehát itt nem, nem a NASA vezető meg az ISRO vezető, hanem a két ország két első embere írta alá a szerződést. Nem kerültek ki részletek, hogy itt mi mindent kívánnak tenni a, az indiaiak, viszont azt bejelentették, hogy a 2030-as indiai űrállomás vagy űrlabor után 2040-ig embert szeretnének küldeni a Holdra, de ők maguk, tehát hogy nem az Artemisen belül. Ők az Artemisben benne vannak, de ők saját maguk szeretnének indiait, hasonlóan a kínaiakhoz, a Hold felszínére juttatni önerőből, saját technológiával, ami persze nem zárja ki azt, hogy szeretnének az Artemisszel is korábban. És akkor ha már Artemis, meg Ázsia, meg akkor még két érdekes info, az egyik az pár hetes, gyakorlatilag bejelentették azt, hogy fontolgatják, hogy az Artemis 4 lenne az első Holdra szálló személyzete az amerikaiaknak. Bocsánat, a 3, igen, köszönöm, a 3. Arról már volt szó, hogy a 4-el és az 5-tel, amelyikkel próbálják, elkezdik a Gateway űrlabort a Hold körül kiépíteni, azon lesz ESA űrhajós, mert ugye az ESA-nak elég masszív a hozzájárulása ehhez, de egy pár hete bejelentették, hogy gondolkodnak azon, hogy az Artemis 3-on is legyen egy külföldi űrhajós. Na most, ha abból indulunk, hogy az Artemis 2-n lesz egy kanadai, akik ugye először csak, aki csak megkerülik a Holdat, hiszen Kanada gyártja a robotkart a tervezett Hold körüli űrállomáshoz. A 4-esen és az 5-ösön európaiak lesznek, mert ott effektíve szerelniük, meg installálniuk kell. És figyelembe veszük azt, hogy a japánok korábban közölték, hogy ők szeretnének 2030 előtt a Holdra lépni, ami nyilván azért merült fel bennük, mert a kínaiak bejelentették, hogy ők 2030-ig a Holdra lépnek önerőből. Én nem lennék meglepve, ha kiderülne, hogy az Artemis 3-ba az a bizonyos külföldi, az kínai, bocsánat, japán legyen. Japán most legyen. Egyébként a japánok, ha jól tudom, ugye maga a Mitsubishi építi a holdjárót, így tehát van, azért nekik is lesz ehhez egy hozzájárulásuk. Így van, aztán építenek a HTV mintájára egy ilyen extended HTV, egy teherűrhajót, ami a Hold körüli űrállomás, tehát a Gateway és a Föld körüli pályak között fog mozogni, és utánpótlást szállítani a Gateway-re, plusz különböző egységeket szállítanak be alapvetően azokba a modulokba, amiket az európaiak építenek, tehát azért a japán részvétel valóban elég masszív. Ami viszont egy teljesen friss hír, mert én ezt tegnap láttam, az, hogy az a pletyka, amiről talán itt is beszéltünk egyszer az emirátusok kapcsán, hogy ugye a Gateway-ben az űrsét, a zsilipet, azt az orosz Roscosmos építette volna. És amikor kitört az ukrán, tehát neki mentek az ukránoknak, akkor ugye őket kiebrudalták az egész Artemisből, és akkor ott maradt, hogy ki fog építeni zsilipet az űrsétákhoz, az Artemisre. És akkor fölmerült, hogy az emirátusok. A Boeing tárgyal az emirátusokkal, és tegnapi hír,
hogy aláírták a szerződést. Tisztelt hallgatóink, kedves Miklós, teljesen friss a hír. Az Emirátusok fogja építeni. Na most azért én ezt nem tolnám túl, szerintem itt az lesz, hogy ők alapvetően finanszírozni fogják, meg néhány alrendszert építenek az Emirátusokba, de alapvetően a Boeing lesz a kivitelező. Csak így a Boeingnak nem amerikai adófizetői pénzekért kell majd kuncsorogniuk, és viszont megmondták az arabok, hogy ezért cserébe majd űrhajós helyet kérnek valamelyik Artemis repülésen. Ami ezek szerint már nagy valószínűsége nem az első 4 vagy 5 személyzetes repülés lesz, tehát nem a 2, 3, 4, 5 és esetleg a 6, hanem valamelyik későbbi, de hogy szeretnének majd Emirátus űrhajóst a Hold felszínen látni cserében. És ez teljesen friss hír. Ez, és engem meg is lep egyébként. Egyébként érdekes, hogy az Emirátusok eddigi próbálkozásainál úgy, mint holdszonda meg marsszonda, ott ezt kifejezetten fontosnak tartották, hogy elmondhassák, hogy igazi ottani emberek vettek részt a fejlesztésben. Persze ott is az volt, hogy korábban kimentek Amerikába tanulni, meg segítettek neki korbaszájba az amerikaiak, de ott mindig kihangsúlyozták, hogy ezt itten helyi arab erők, arab kezek rakták össze. Hát ugye ez egy érdekes. Most azt nézegetem egyébként ezt az egész timeline-t, hogy azért az már nagyon félelmetesen messze vannak az ilyen Artemis 4-es, 5-ös repülések. Hát hatos, főleg annak fényében, hogy a számvevőszék azt mondta, hogy még a 25-ös dátum sem lesz tartható az Artemis 3-mal, hanem szerintük csak a 26-os, ami egyébként én azt mondom, hogy sajnos igaznak tűnik, vagy jobb tippnek tűnik, mint a 25, figyelembe véve mindent, amit ők ott leírtak, tehát, hogy késés van a Holdcomppal, a SpaceX részéről késés van, az Axiom részéről, az űrruhával kapcsolatban. Tehát itt ez az Artemis 6, ezt még a nagyon optimista becslések is azt mondják, hogy semmiképp sem lehet hamarabb, mint 2030 szeptemberre, de szerintem erre nyugodtan rátehetünk 2-3 évet, ahogy ezek itt jelenleg állnak ezek a dolgok. Tehát itt általában olyan... Én nem lennék meglepve, mert egyelőre az Orion űrhajó, a hordozó rakéta, és a fejlesztése a Starshipnek. Nem, a keringő űrállomás mondja, a Gateway-nek, köszönöm, Gateway. Az jobban áll, mint a felszínhez jutásra, meg a felszínen dolgozáshoz szükséges eszközök, tehát én nem lennék meglepve, hogyha mondjuk a 4-es, 5-ös, most a számozástól tekintsünk el, beszéljünk a feladatrendszerről, a 4-es, 5-ösre, vagy legalábbis a 4-esre hamarabb kerülne sor, mint a 3-asra, vagyis a Hold felszínre jutásra. Mert az nem tud működni, hogy már bocsánat a kifejezésért, behűjítek űrhajós jelölteket, meg képzem őket, és akkor utána az Artemis 2 megkerüli a Holdat, 24 végéről beszélnek, de legyen 25, és akkor utána ezek évekig nem csinálnak semmit. Hát volt már ilyen. Hát volt, de... Volt már ilyen, de... De azokhoz katasztrófák kellettek itt, meg ugye nem arról van szó, csak késés van a fejlesztésen. Jó, hát voltak már olyan űrprogramok, akár gondoljunk a MOL-ra, vagy olyanokra, amiket ugye persze. Szegény űrhajós jelöltek alól kitörölték a küldetéseket, meg az egész programot, szóval megéltek már ilyesmit, de hát igen, az biztos, hogy itten nem is csak az űrhajósok miatt érdekes kérdés ez, hanem az a masszív aerospace industry, tehát az ipar, hát annak termelni kell azoknak az embereknek, azok nem szeret, ha már kapják a fizetésüket, akkor ne üljenek a popsiukon, hanem akkor küldjenek föl valamit, ugye általában ez az most, ha már de már megint Amerikáról beszélünk. De nem majd, mert viszont ez ad nekem egy ilyen felkonfszerű, egy kicsit a jövő évi tervekhez, mert lesz egy nagyon érdekes dolog, 2000 jövő évi, igen, tehát bocsánatot kérek mindenkitől, mindig nem álltam át, tehát az idei, a 2024-es tervekhez. Ugyanis azt tervezik az ISRO-nál, hogy elindítanak egy radar távérzékelő holdat, ennek az a neve, hogy NISAR, de ezt gyakorlatilag a NASA JPL-el közösen fejlesztik. Ez egy apertúra szint, két különböző apertúra szintézis radart használó, egy nagyon masszív, nagyméretű hold lesz, aminek a radarok típusától és üzemmódjától függően 3-10 méteres felbontású felvételei lesznek, 3 év lesz az élettartama, de üzemanyagot annyit pakolnak bele, hogy akár 5 évig is tudjon működni,
és hát az egyik antennája az egy ilyen, ez egy ilyen brutál, mint egy esernyő, tehát nem ez a klasszikus hosszúkás, egy olyan is lesz, de az egyik a kettő közül az egy 12, tehát az elsávú az 12 méter átmérőjű lesz, tehát ez egy külön izgalmas technológiai kihívás lesz ott azt kinyitni egy műholdon, ahol nem tudnak besegíteni amerikaiak. Ennek pár hónapon belül várható az indítás, mert valamikor 2024 elején kéne egy ilyen 750 kilométer magas poláris pályára kerülnie. Ez szerintem egy fantasztikus dolog, hogy ilyen szintű az együttműködés, és nem arról van szó, hogy a műholdat megfejlesztették az amerikaiak, és adnak hozzá az indiaiak rakétát, hanem például a két szár közül az egyiket, azt szintén az indiaiak csinálták. Ez egyébként mindig érdekelt, hogy ezt hogy mondják a profik, mert ugye magyarul ugye ezt úgy mondják, hogy szintetikus apertúrájú radar, amit ugye, hogyha magyarul rövidítesz, akkor kevésbé szalonképes dolog így jön van, ki. Így van. De most akkor te úgy mondod, hogy apertúra. Apertúra szintézis, mert ezt a Frey Sanyi, aki az űrvilágnak a főszerkesztője is egyben rádiócsillagász és ő magyarázta el nekem, hogy szerinte onnan érdemes közelíteni, ez hogy működik, és gyakorlatilag az apertúrákat szintetizálják ugye ennél jó, a technológiánál. De akkor és úgy mondod, hogy apertúra... szár. Igen, én azt nem mondom, úgy, hogy szar. Én úgy mondom, hogy szár, így aha, van, szár, jó, profi, és, nem, és viszont magyarul meg azt mondom, hogy apertúra szintézis. De akkor mondd, hogy apertúra. Hát ha szár, érted? Na jó, értem. Tehát ez a baj nekem, de akkor ezt én is átveszem, és akkor. Na jó, egyébként még egy dolgot mondtál, és hát több mindent mondtál, de most megütötte a fülemet valami, amiről megint nem tudtam. Az elején mondtad, hogy az indiaiak, aminek viszont tudom, hogy te így tényleg nagy szakértője vagy, meg nagyon sokat dolgoztál ezen a területen, ugye a navigációs műholdak. És mondtad, hogy Indiának is lesznek, tehát Indiának van saját GPS rendszere. Ez nekem teljesen új. Azt válaszolnám, hogy is. Tehát ugye van a négy globális műholdas navigációs rendszer, amiket ugye GNSS-nek hívunk, Global Navigation Satellite Systems. Az első volt a GPS, a második volt az orosz GLONASS, a harmadik kiépült volt a kínai Beidou, és a negyedik pedig az európai Galileo. Na most bizonyos országok fejlesztenek regionális navigációs műholdrendszert, például India és Japán, aminek az a feladata, hogy egyrészt még több műholdat lássál, nyilván Indiából és a hozzátartozó vizekről, vagy Japánból és a hozzátartozó vizekről, illetve ezek a négy globális rendszerre vonatkozóan health, tehát egészségi állapotra vonatkozó információkat sugározzanak le. Tehát azáltal, hogy több műholdat látsz, nyilván egy szűk utcában vagy erdőben is jobbak a vételi lehetőségeid, plusz kapsz információt arról, hogy például melyik műholdat ne használd, és még egy dolgot tudnak, hogy korrekciós jeleket sugároznak annak érdekében, hogy nagy pontosságú műholdas alkalmazásokat lehessen végezni, tehát földmérést, mezőgazdasági vagy építőipari gépvezérlést és hasonlókat. Ennek a kiépítését IRNSS, tehát Indian Regional Navigation Satellite Systems néven kezdték meg az indiaiak. Az első holdat az 2014-ben már elindították, tehát 10 évvel ezelőtt. Most sikerült eltalálni, hogy melyik évben vagyunk. Utóbbi időben mindent rövidítenek, még a rövidítés is rövidítik, úgyhogy most ezt NAVIC-nek hívják, Navigation with Indian Constellation, és ebbe a második generációnak indult el most, mármint most, 2023-ban az első tagja. De igen, ez gyakorlatilag egy nagyon masszív konstelláció, mert ugye a globális rendszerek, a négy nagy globális rendszer, azok ilyen 24, mit tudom én, 32 műholdon működnek, de hát ebben, amit az indiaiak regionálisnak neveznek, ebben is egy tucat műhold van, amik nyilván van köztük geostacárius, ami folyamatosan nézi az indiai szubkontinenst, több is, és annak, hogy a területi vizeit, de vannak benne olyan speciális elnyújtott pályán, hát ezt a Molnia pályára gondolunk, hasonló pályákra helyezett holdak, amik ugye arra vannak optimalizálva, hogy mondjuk ne Kubát szolgálja ki, vagy az Antarktiszt, hanem
hanem a felbocsájtó országot is. Közben halkan mondom neked, hogy óra 42 van. Így van, és ezért fel is tennék neked egy kérdést, mert hogy ugye 45-kor szokásunk szerint bekapcsoljuk a telefon, tehát már lehet készülni, hogy itt a kérdések hangozzanak el, vagy hozzászólások. Általános megjegyzésem vagy kérdésem volna. Tehát India, amit úgy szoktak hívni, hogy a legnagyobb demokrácia, egy 1 milliárd emberes ország. 1,4, igen, 1,4 tized, tehát már majdnem... Lehagyták Kínát. 2022-ben lehagyták Kínát. És azt hiszem, hogy ha nagyon durván nem változtak a dolgok, ez még mindig olyan ország, hogy a falu felé, faluk felében nincs áram, igen, meg ilyenek. Igen. Na most nincs ivóvíz hozzáférés, tehát mély szegénység van, és természetesen ezért aztán még a 90-es években emlékszem, hogy az indiai űrminisztérium, mert ott volt olyan, azt mondta, hogy itt az a deklarált célja az űrtevékenységnek, hogy a földi célokat, például oktatást juttatni, pontosan, kommunikációt az elérhetetlen területekre, termésbecslés, mit tudom én. Tehát ezek a rengeteg, ugye becsületes, úgymond földi hasznosulású alkalmazások, de ehhez képest egyébként az egy elég durva eltolódás, hogy itt most kínai ember a Holdra, kínai űrhajós, igen. Értem. Szóval egy nagyon durva hangsúlyeltolódás van. Nyilván itt mi ez? Vagy hogy lehet ezt egy demokráciában keresztül nyomni? Igen, tulajdonképpen ez elég látványos a Modi kormányzattal vált, és azt gondolom, hogy a kínai menetelés váltotta ki. Tehát az ezt világosan látni kell, hogy Kína és India között van egy folyamatos regionális konfliktus, egy egymásnak feszülés. Kína ugye támogatja Pakisztánt, amelyik irgalmatlan ellensége Indiának. Itt fegyverbeszerzésektől kezdve politikai lépéseken keresztül mindenben lehet gondolkodni. És van egy verseny, és egyszerűen miután azokat a technológiák, amikről beszélsz, ezeket a műholdakat és a hozzájuk tartozó földi szegmenseket, ezeket az indiaiak valóban az elmúlt 50 évben már megcsinálták, tehát igen, a szegény távoli iskolában is van műholdas kapcsolat, és távoktatási program a tanyára, navigációs műholdrendszer, amiket most már halászok fognak használni, nehogy ott, hogy tudom én, területi vizeket sértsenek. Ők egyszer most azt mondták, tovább lépnek, de igazából ezen azért ne csodálkozunk, mert ezt a kérdést mondjuk 20 évvel ezelőtt a kínaiak kapcsán is feltehetted volna, hiszen ott is úgy indult, hogy alkalmazási és katonai műholdak, és slussz. Többször fölmerült, hogy legyen személyzetes igen, program. Igen, de az akkor sem volt demokrácia. Így van, de az nem volt demokrácia, igen, de mindig törölték ezeket. Nyilván Kína is úgy érezte, és India is most úgy érzi, hogy egy regionális és hosszú távon nyilván globálisra tervezett nagyhatalmi célnak ez is része, hogy demonstrálja azt, hogy ő erre képes. Jó, tehát és akkor azt mondod, hogy képes. Az átlag rajasztáni csóró adófizetőnek, szegénynek nem nyílik ki a zsebében a kis bicska, azt én nem tudom, amikor hogy azt látja, hogy embert akarunk küldeni az űrbe, miközben... Biztos, hogy kinyílik, mert azt gondolom, hogy sokaknak Magyarországon a hunortól is kinyílik a bicska a zsebébe, pedig ugye a legtöbb magyar nem úgy él, mint az átlag rajasztáni. Így van. Tehát értem a kérdést, de hát ugye itt a politika, demokrácia, vagy oda fölülírja. És én egy dolgot mondhatok neked, hogy pár nappal a holdszonda landolása után jártam egy konferencián az Egyesült Államokba, és pont Egyiptomban egy indiai nővel találkoztam, indiai hölgyel, ez egy ilyen távérzékelés, fotogrammetria konferencia volt, és elkezdtünk beszélgetni, és amikor én mondtam, hogy milyen jó sikerült ez a kis leszállás, meg pár héttel korábban ez a ballisztikus rakéta kísérlet a Gaganyának a mentőrakéta rendszerével. Ez iszonyatosan büszke voltam. Tehát először meglepődött, hogy én ezt tudom, és aztán mondta, hogy igen, és gyakorlatilag mondtam, hogy ugyanezt kérdeztem, amit te, hogy viszonyul ehhez az átlag indiai, és nyilván arra szinte nem mentünk le, hogy a Rajasthani adófizető, de mondta, hogy hát a sajtó tele van vele, és büszkék, és most a gyerekek között mindenki STEM-et akar tanulni. Na, hát ez viszont óriási. És szerintem azért erről lehet szó, tehát azért tényleg itt nyugaton is indiaiakkal vannak tele a legjobb egyetemek, ez nem véletlen. Hogyha megkérdezik ezekben a kelet-ázsiai országokban, Kínában vagy Indiában a gyerekeket, hogy mik akarnak lenni, akkor olyan válaszokat kapnak, hogy mérnök, meg űrhajós, meg izé. És mesterséges intelligencia. Így van, ehhez képest ugyanezt a kérdést felteszed amerikai középiskolásoknak, olyan választ kapsz, hogy influencer, meg ilyesmi. Hát, igen. Na jól van, bekapcsoltam a telefon, tehát a 215 37
073-as adás telefonszám az él a budapesti előhívó szám után, tehát szabad a pálya, de azért mi nem maradjunk csöndben addig se, mert hát ugye van itt bőven téma, úgyhogy mondd még, annyi mindent felsoroltál, hogy én most nem akarok hijackelni a beszélgetést, hanem mondd azt, hogy, hogy szerinted mi a legfontosabb, amiről még mindenképp szót kell ejtenünk, akár India, akár más kelet-ázsiai űrfejlemények kapcsán. Hát ugye igazából lehetne itt beszélni az indiai röntgencsillagászati műholdról, amit pályára állítottak, és ahogy a bevezetőben mondtam, el is küldte már az első felvételét, vagy az indiai napszondáról, ami már küldött adatokat, de közben hétvégén elérte a végleges pozíciót. De szerintem, ha egy kicsit így jobban ki akarunk tekinteni, akkor látszik egy olyan trend is, hogy Kína is és India is elkezdte fejleszteni a többször felhasználható technológiákat. Ugye Kína pár éve már alkalmaz egy kisméretű ilyen mini űrrepülőgépet, teljesen egyértelmű, hogy katonai feladatokra, mert semmit nem mutatnak róla, semmit nem beszélnek róla. Hát ez hasonló, mint az X-37B, ugye jól mondom? Igen, az jól mondod, és hogy tegyük hozzá nagyon hangsúlyosan, hogy ezek személyzet nélküli űrrepülőgépek. Ilyen mondjuk ilyen személyautó méretű, hát vagy kisbusz méretű személyzet nélküli űrrepülőgépek. Ennek az összes manőverezése, meg egyebek azt mutatja, hogy ez katonai valószínűleg felderítési célokat szolgál. Most egy ilyet India is elkezdett fejleszteni, és hát ezt 2016 óta ott volt az első talán látványos lépés, amikor egy ejtőernyő, tehát ledobták így helikopterről, és akkor így lesiklott, de 23-ban végrehajtotta az első hiperszónikus repülést, amiből akarnak még néhányat az idei, tehát a 24-es évben, mielőtt pályára állítják. De megint lábjegyzetel, és a hiperszónikus alatt mit értünk, hogy a hangsebességnek mondjuk hát, a 10-szeresénél gyorsan, hát, vagy valami ilyesmi? Aha, igen, ja, értem. Oké. Igen. Bocsánat, csak közben ittam egy kortyot. Mindenképpen. És én szóval jól fölnyomom a hangot, hogy mindenki hallja. A nyelést. Így van. Köszönöm, kérni akartam éppen. De ami szintén érdekes, hogy például a kínaiak próbálják, tehát látják a SpaceX sikerei nyomán, hogy azért az a hosszú távú jövő, hogy visszahozni rakétafokozatokat. Ott egy magánvállalat fejleszt, tulajdonképpen ezzel most egy magánvállalatára a legelőrébb, akik itt ilyen ugrásokat, most már sugárhajtóműves, függőleges ugrásokat végeztek egy kisebb méretű rakétával, ami azért elég nagy ahhoz, hogy ne mondjuk azt, hogy rakétamodell, illetve a hosszú menetelés rakétáknak a gyorsító fokozatait fejleszti maga a kínai nemzeti ipar, ha így tetszik, amik vissza tudnának jönni hasonló módon, mint ahogy ezt a SpaceX csinálja például a Falconokkal, tehát hogy lábra leszáll. Az első ilyen az a hosszú menetelés 8 lenne. Viszont még egy érdekes dolog van, és ez így nagyon kínai megoldás, hogy szintén 23-ban volt egy olyan rakétaindítás, talán egy hosszú menetelés 3-asnak a gyorsító rakétáit ejtőernyővel kezdték el visszahozni, és akkor ugye az ember azt gondolna, hogy majd akkor mindenki vízre hozzák, mint az amerikaiak az űrrepülőgépekét, és akkor jó, kitakarítják, azt újra felhasználják. Na nem, ez egy ilyen fél mentés. Itt egyszerűen arról van szó, hogy bizonyos starthelyei Kínának nagyon közel vannak lakott területekhez, és ugye időről időre ezek a rakéták úgy odaverik magukat valami falu szélén a rizsföldre, és egyszerűen azt szeretnék elérni, hogy manőverező, tehát ugye átlagemberi szóhasználat, ez a paplanejtőernyő, ami ugye képes valamilyen szintű manőverezésre. Szóval, hogy manőverező képessé tegyék a visszatérő fokozatokat, és mondjuk a dzsindzsásba küldjék be őket, vagy a vízbe, de ne a faluba. Tehát egy ilyen fejlesztés is folyik. Erről mindenképpen érdemes beszélni. A másik, és nem tudom, nézek rád, mert már 51 van, az pedig egy olyan trend, hogy ugye nagyon begerjedtek az észak-koreaiak, ugye hosszú ideje fejlesztenek nukleáris fegyvereket, balisztikus rakétákat, tehát látszik egy ilyen regionális kémműhold verseny, vagy hát kémműhold, ugye ez a bulvár, tehát felderítő műhold verseny. 23-ban Észak-Korea elindította, sikeresen pályára állította az első katonai felderítő műholdját, a Malingyong 1-et. Azt nem tudjuk,
hogy egyébként ez úgy normálisan működik-e. Nyilván a dolog jellegében oda nem fognak ők felvételeket közölni. De azért mutattak egy képet a Fehérházról, hogy valami... Nem tehát tudom, mutattak valami, nem egy amerikai repülőtérről mutattak egy képet. Ugye ilyenkor, igen, tehát ilyenkor civil célpontokat szoktak igen. mutatni, ha mutatják, mert ugye ott is az van, hogy abból te meg tudod ítélni a felvétel minőségét, felbontását, stb., tehát van, aki még azt sem mutatja meg. Igen, de így sem direkt megmutatták, csak olyan képeket mutattak, hogy a kedves vezetőnek megmut, aki megtekinti. Azt lehet, hogy egy Google Earth képet letöltöttek, hát. És azt mutatják a kedves vezetőnek. Tehát ezért mondom, hogy ezt ugye nem tudjuk. Én azt gondolom, hogy épp elmélyű katonák nem mutatják meg, még úgyse, hogy mondjuk a budapesti parlamenten vagy a Hősök terén mit látnának bárkinek azt, hogy mi a felbontás. Na most nem azt mondom, hogy válaszul, de gyakorlatilag ez most már ilyen folyamatos adok-kapok. 23-ban ugye Dél-Korea is elindított egy katonai felderítő műholdat, amire válaszul pár napra a rövidkarú kínai észak-koreai kedves vezető azt közölte, hogy 24-ben, tehát az idei évben akár 3 katonai felderítő műholdat is fog indítani Észak-Korea, és hát akkor ugye ide tartozó hír, hogy gyakorlatilag a japánok is most éppen elindították a most már jó ideje létező katonai felderítő műhold sorozatuknak egy újabb darabját. És abból is folyamatosan évente, általában úgy van, hogy 2 évente indul egy optikai, illetve egy radaros, tehát így évente van egy-egy indítás, és akkor ezek ilyen átfedéssel mennek. Én azt gondolom, hogy ez egy szükségszerű, ám nem jó dolog, de hát érthető, ezek az országok kíváncsiak arra, hogy a másik mit csinál. Hát egyébként olyan interpretációt is lehet erre mondani, hogy ezek a felderítő műholdak tulajdonképpen jó dolgot tesznek, mert ezek teszik lehetővé, hogy betartsák a nemzetközi igen. szerződéseket a többiek. Hát igen, de mondjuk ha abból indulsz ki, hogy mondjuk a britek, az ukránok és az amerikaiak 2022. februári előtt folyamatosan tolták azokat a képeket, nyilván nem a katonai felderítő műholdakét megint, hanem a polgári kisebb felbontású műholdakét, amik ugye bizonyították itt az orosz felvonulást az ukrán határhoz, és hát én még abban a szerencsében részesültem, hogy a másfél évig lehettem katona. Én ott ijedtem meg, amikor, mert ugye az volt az orosz narratíva, hogy hát ez csak egy hadgyakorlat 130 ezer emberrel, azért az oroszok sem szoktak, még a Varsói Szerződésben sem nagyon voltak 130 ezeres hadgyakorlatok, de én ott ijedtem meg igazán, amikor megjelent az első komplett tábori kórház az egyik felvételen. Nyilván nem én találtam meg oda volt írva, hogy ez egy komplett tábori kórház, mert azért én emlékszem arra, hogy egy hadgyakorlaton, ott ugye kicsit más veszteséggel, meg sérülés számmal számolsz, mint egy háborúba. Tehát ott van egy katonai sátor, persze, meg vannak mentőautók, meg van mentőhelikopter, hogy elvigyenek egy polgári kórházba. De amikor mondjuk 20-30 kilométerre az ukrán határtól egy komplett tábori kórházat építenek föl, akkor az valószínűleg már nem gyakorlat. Tehát ilyen szempontból neked igazad van, hogy lehet látni a folyamatot, de ha utána a politikusok nem hiszik ja, el, hát hogy mi következik kérdés. Ebből. Ugye? De legalább tudják, hogy nem csinálhatnak bármit, mert mindenki látja fölülről, hogy mi van. Annak ellenére, hogy adott esetben nem veszik komolyan. És hát ez igen. ugye, hát ez az emberi tényező, hát ezzel sajnos nem tudunk mit csinálni, de hát ez van. Hát igen, az adásidőnknek a vége felé közeledünk egyébként, ez elég szomorú, mert hát bőven maradt még téma, de azért végül is a Indiát azért elég tisztességesen kibeszéltük, még annyit, hogy akkor most a nagy kérdés, hogy ezt hangsúlyozzuk, hogy akkor szerinted a Gagányánnak, vagyis az indiai emberes űrhajónak az első repülését, azt mikorra A jelenlegi terv az, és mondom még egyszer, ez ugye mindig az optimális. Igen, tudom, vagy igen. Az, hogy 24 első fél évében lenne egy újabb ballisztikus repülési teszt, és 24 második fél évében, tehát mondjuk az év vége előtt lenne az első személyzet nélküli orbitális, amin egyébként lesz egy ilyen hölgy, egy félhumanoid hölgy, aki ráadásul mesterséges intelligenciát fog használni, tehát például leolvassa a képernyőadatokat. És ha ez is sikeres lesz, akkor 25-ben kéne csinálni még egy orbitális
személyzet nélküli tesztet, és akkor a legjobb forgatókönyv az, hogy 25 második fele vagy vége lehet az, amikor az első indiai űrhajós indul föld körüli pályára. És ő még egyedül lesz? Vajon? Vagy igen, tehát kettő-három ember belefér az. Igen, három személyes az űrhajó, az biztos, és én mindent olvastam, hát szerintem egy vagy két emberrel fogják, nem hiszem, hogy egy berepülés rögtön három embert raknak. Igen, a kínaiak is egyel csinálták az első repülést, sőt az összes többi ország is. És ez nagyon örülök, hogy megkérdezted, mert viszont szintén egy pár hete közölték az indiaiak, hogy valószínűleg ez a félhumanoid hölgy, ez ott lesz az első személyzetes repüléseken is az egyik utasülésbe, mert hogy segíti a személyzet munkáját. Legalább valaki, akinek van valami tapasztalata. Igen, ő már repült előtte néhány szó. A veterán űrhajós a fedélzeten. Ez mindenesetre egy érdekes új színfolt lenne egy személyzetes űrhajó berepülésénél, hogy mondjuk van egy berepülő pilóta. De ez érdekes egy gender szempontból, hogy azt mondod, hogy egy fél humanoid hölgy. Artificial intelligence hölgy. Tehát azért ki kell hangsúlyozni, hogy az a gép, az egy női. Mert ő női alakú. Tehát ja, értem, szép értem. Bemutatták 22-ben egy indiai űripari konferencián, szép kosztümben, hosszú fekete haja van, tehát tipikus igen. Indiai hölgyet képzelj el. Igen, szemben például a Gagarint megelőző Ivan Ivanovics nevű szovjet bábúval, aki nagyon is férfias volt. Ugye? Ő nagyon is hölgyes, még a körmei is ki voltak festve. Jézus Krisztus. Na jól van, hát akkor nagy baj nem történhet. Tehát ez kb. Egy garancia sikerre, meg lehet, hogy még pöttyöt is tesznek a homlokára. Nem tudjuk. Jó. Minden esetre az a helyzet, hogy itten pánikszerűen el fogjuk hagyni a stúdiót. Persze ilyenkor szokott megcsörrenni a telefon egyébként az utolsó percben, hogy jó napot kívánok, meg szeretném kérdezni, hogy hogyan mennek ki a WC-re az űrben. De most úgy tűnik, hogy... A rövid válasz az, hogy próbálják ki a porszívót otthon. Na igen. Jó, de most ez nem... De jó, tehát most már megelőleg... És akkor már nem érdemes betelefonálni. Így van. Na, hát köszönöm szépen tehát Szentpéteri Lászlónak, az űrvilág.hu alapító főszerkesztőjének és rendszeres szerzőjének mind a mai napig, akinek a cikk sorozatát, amiből időről időre rendszeresen beszámol az ázsiai űrfejleményekről az említett portálon. Ez minden hónap elején. Minden hónap elején, minden. Ázsiai űrhírek, vagy micsoda? Hát ez csak... Hát mozaik. Igen. De a lényeg az, hogy Szentpéteri László neve garancia arra, hogy ott nem össze-vissza lehet olvasni mindenféle ilyen légből kapott híreket. Ami igen, ott a dátumok meg a méterek stimmelnek. Ott stimmelnek a dolgok. Na, és igen. Ja, persze, de most nem. Kérem, hát az élőadás az ilyen. Na, de nagyon jó volt egyébként, és nagyon informatív. Én rengeteget tanultam. Köszönöm szépen tehát a figyelmet. A kedves hallgatók ezt az adást is visszahallgathatják, persze, meg az összes többi korábbit, hogy ez a jubileumi 175. adás volt, ezt azért mondjuk el így az utolsó utáni pillanatban. Köszönöm, hogy részt vettem. Így van, és hát sokolebresztó.hu oldal felől közelítve elérhető a Parallaxisnak az összes olyan felülete, ahol vissza lehet majd hallgatni ezeket. Sőt, ez egy olyan különleges adás lesz, hogy még vissza is lehet a terveink szerint nézni, mert először itt a stúdióban jelenlevő kollégák kamerával rögzítették, hát nézzük meg, mi lesz majd ebből. Minden esetre mindenkit szeretettel várunk 2 hét múlva, amikor újra jelentkezik a Szokolébresztő, most pedig mindjárt azonnal befejezzük a műsort. Köszönjük szépen a figyelmet, jó napot és jó hetet kívánok jó mindenkinek. Napot. Szentpéteri Lesznak még egyszer nagyon köszönöm a részvételt, egy élmény volt. Viszontlátásra és viszonthallásra, vagy micsoda. Sziasztok! Hello. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.